hanyadik Pride felvonulásod? Ilyet nem élik kérdezni az emberek korát. Alkalommal vonul a Budapest Pride, ebből 2017 óta már kordonok nélkül. Gondolhatnánk, hogy ez azt jelenti, hogy valóban egy nyitott, szabad és elfogadó Budapesten vagyunk, 2023 Magyarországen, de azért valójában az a helyzet, hogy jelenleg is éppen LMBTQ könyveket csomagolnak be, a Nők 40 programból transznőket hagynának ki egy törvénymódosítással, és az elmúlt másfél hétben a legfontosabb dolog, ami történt, az az volt, hogy Ferencvárosban egy padot hol szivárványszínűre, hol zöld-fehérre festettek. Padot festenél? Festenék, igen. Milyen színűre? Szivárványosra. Hallottam is a padháborúról, ami most éppen folyik. Hát az szörnyű, ami most történik azzal a szerencsétlen paddal, de igen, mennék festeni nagyon szívesen. Padot festenél? Én nem vagyok egy ilyen do-it-yourself csávó, de egyébként meg miért lehet? Tehát én azt gondolom, hogy azért jöttem fólia kabátban is, mert ezek a performance-ek, ezek fontosak. Másrészt pedig tényleg, hogyha az állam és a kormány azt mondja, hogy én fólia alatt kell, hogy létezzek, mert ugye a puszta létezésem egy olyan dolog, ami például egy könyvesboltban vagy a médiában csak fólia alatt létezhet, akkor én fölveszem a fóliát és megmutatom, hogy hogy szenvednek az emberek 38 fokban fólia alatt, mert izzadnak, mert fiziológiás tüneteik vannak, és ezt teszik az ilyen típusú rendelkezések velünk. Ennek a paradnak az volt az üzenete, hogy nyitott, szabad, boldog, és ez az üzenet szerintem nagyon sok mindenkihez eljutott, hogy mi egy ilyen Magyarországot szeretnénk. Viszont ugye a pad az most, ha jól tudom, akkor nincs ott a helyén. Akkor ki nyert? Én nem tudom, hogy itt van-e olyan, hogy ki nyert ebben a konkrét történetben, szerintem nem ez a lényeg. Én ezt nem egy ilyen Amnesty foci ultrák történetben látom, azt gondolom, hogy van az emberi jogok koncepciója, van az emberi jogokért kiálló emberek hatalmas nagy tömege, és azt látom, hogy egyre több olyan ember van, akik számára fontos az LMBTQ emberek jogegyenlősége, és ennek a többségnek a kialakítása a mi célunk. Picit visszavesszük az utcákat, és csinálunk egy nagy bulit. Mert emlékezzünk vissza, hogy főleg azok emlékezzenek vissza, akik szídják a Pride-ot, hogy mennyi utca le van zárva, hogy annó például a Budapest parádén ugyanez történt, és akkor nem hoztuk összefüggésbe az LMBTQ emberekkel, sokkal kevesebb panaszkodás volt. Minden évben kijön a Pride-ra? Ki? Igen, igen. Engem nem zavar, csak nekem ne legyen kötelező, és ne legyen gusztustalan. De ne hirdessék azt, hogy ez a jövő. Tehát egész családként jöttek ki a Pride-ra? Már negyedszerre, igen. Miért érzik fontosnak? Az elfogadás miatt, hogy a gyerekek is ezt szokják meg, hogy mindenki egyenlő. Még egyszer szeretném kérdezni, hogy kezdhetjük-e, mindenki készen áll-e? Jó, akkor köszöntöm a sajtó munkatársait a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom nevében. Mentális betegséggel szenvedő emberek úgy érzik, hogy fel kell vonulniuk, és nem pszichológusnál vagy pszichiátrián kezeltetik magukat. LMBTQ országgyűlési képviselőcsoport. Miért van szükségre? Én azt gondolom, hogy azért van erre szükség, mert ma Magyarországon van egy 600 ezeres közösség, amely az elmúlt 13 évben folyamatosan ki van pécézve, folyamatosan jogfosztásoknak estek áldozatul. A 2022-es választások óta ez az egyetlen olyan tömörülés, amiben ez az öt párt együttműködik heti, havi rendszerességgel. Fideszes és KDNP-s politikusok is? Nem, ők nincsenek benne. A Jobbik, Mi Hazánk, Fidesz, KDNP nincs benne a képviselőcsoportban. Egyre inkább, legalábbis Budapest magának érzi ezt a rendezvényt és ezt az ügyet, és egyre kevésbé jelent ez valami politikai kiállást, hanem egyre inkább egyszerűen a város befogadó jellegének az ünneplése, de azért még kell néhány év, mire jutunk odáig, hogy csak egy örömünnep legyen. 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom a tömegtől egy kicsit hátrébb a Dózsa-György úton, körülbelül egy olyan másfél-két órája a tűzőnapon ezzel a hanggal tiltakozik a Pride ellen. Milyen más módokon kellene szerinted küzdeni az LMBTQ közösség jogaiért? Hát ez egy nehéz kérdés, az a baj, mert minél több mindennel próbálkozunk, az homofóbok, meg azok, akik nem támogatják, annál jobban ellenezni fogják. Én inkább ilyen kis lépésekben tenném, tehát hogy például ezzel a felvonulással, ami
a legjobb dolog az évben szerintem. Demonstrálnunk is kéne, hogy sokan vagyunk, együtt vagyunk, erősek vagyunk, létezünk egyáltalán, és nem megyünk sehova, akármennyire megpróbálnak ez ellen tenni. Látva akár a többi közösséget, akár a tanárokat nézzük, akár az egészségügyi dolgozókat, akár az LMBTQ embereket folyamatos támadások érik, és pillanatnyilag nem látom, hogy mi tudná ezt megfogni. Egész rendszer működése a probléma, mert mindenkit megnyomod. Nyugdíjasoktól kezdve a tanárokig, az orvosokig, az ápolókig, mindenkinek rossz. Milyen LMBTQ könyvet ajánlanál szívesen? Hát például Szerb Antal naplójegyzeteit, tehát hogy ha van például fájdalmas dolog ebben az egész fóliázásban, az ehhez, tehát Szerb Antal csodálatos naplója, ami a 10 éves korától kezdve követi az ő fantasztikus személyiségét, nekem a kedvenc, egyik kedvenc regényem az Utas és Holdvilág, és ebben a naplóban, ebben azt láthatjuk, hogy egy 10 éves fiú a homoerotikus érzelmeit, élményeit megéli, megfogalmazza, fantasztikusan érzékeny írói vénával megáldva, oda teszi a világ elé. Na most, ha ezeket lefóliázzuk, és azt mondjuk, hogy gyerekek, ha ti ugyanilyen 10 évesek vagytok, és éppen ez történik veletek, akkor ez fólia alá való, és ez egy eltakarandó bűnös dolog, akkor miről beszélünk?